nehezebb most így visszaengedni, vissza rázódni az életbe, korábban felkelni, korábban lefeküdni, de szerintem elég jól indítottuk ezt a visszatérést, viszont a, hát igen, a dolgozatokkal és a tanulással még lesznek bajok a elkövetendő hetekben. Nagyon hiányoztak a barátaim, és nagyon boldog vagyok, mert koleszos vagyok, és az is csak jó, szóval nagyon örülök neki. Szerencsére a mi iskolánk ilyen engedékeny, és azt előírták, hogy ezen a héten nem írhatunk témazárót, úgyhogy ez egy hatalmas pluszpont, de utána valószínűleg hatalmas szívás lesz, mert órákon át majd bújni kell a könyvet, hogy megértsük és hogy megtanuljuk azokat az elmúlt hónapok anyagait, amiket így elfelejtettünk, vagy nem tanultunk meg. Már hiányzott azért, hogy találkozzunk. Szerencsére még nem kezdődtök el nagyon a dolgozatok, de jövő héttől azért már sok minden lesz, dolgozatok, felelés, stb. Azért volt jobb bejárni a tanulás szempontjából, mert volt motiváció. Az osztálytársaknak megmutatni, hogy jól sikerülsz, sikeres vagy, mutatni, hogy okos vagy. És így az oktatásban teljesen lezseren és szétszórtan tanultunk. Ez nem feltétlenül a tanárok hibája, hanem szerintem legfőképpen a miénk. Rendesen tanultunk. Nagyon sok ismerősöm van, aki nem tanult sokat így online oktatás alatt, de minket azért elég rendesen oktattak, és szerintem nem olyan vészes. Bár inkább attól félek, hogy mondjuk elkapjuk a koronát, vagy ilyesmi, attól mondjuk eléggé félek. De az, hogy így az oktatás miatt, az szerintem nem vészes. Mi a jó abban, hogy ide hogy visszajöttetek? Látni az osztálytársakat, a fejlődés rajtuk, magunkon, újra formában jönni, edzésekre járni, tanulni, hogy ne legyünk azért teljesen kukák. Most felkészülünk, összefoglalunk, és aztán írunk egy nagy tesztet mindenből szinte. Ezenben ennyi fog zajlani. Semmi érdekes, csak amit eddig vettünk online oktatás alatt is.